Tisztelettel köszöntöm Önöket, és nagyon sajnálom, hogy nem anatómia tanárként, vagy szemészként, vagy neurobiológusként tarthatok előadást az új fogyasztóról, mert akkor lehetne igazán izgalmas dolgokat mondani arról, hogy hogyan alakul például át a testünk, az érzékelésünk, az egész fizikai volunk, így hagyatkozhatunk csupán arra a legendára, miszerint például a londoni taxisoknak a tájékozódásért, tájékozódással összekapcsolt agyterülete átalakult a GPS használata után, vagy tudhatjuk arról is, hogy az éjszaka gyarmatosítása, ami azt jelenti, hogy az éjszakából egyre több órát használunk úgy, mintha nappal lenne, az hatással van az idegrendszerre. De az egyik kedvenc kutatási adatom ezzel kapcsolatban az, hogy még 2013-ban, az Internet Trends kutatásai szerint, ami egyébként egy kockázati befektetők által finanszírozott kutatás, még csak naponta 145 alkalommal érintettük meg a mobiltelefonunkat, az okostelefonunk képernyőjét, addigra ma ez a szám átlagosan 2600. Ennek a 2600 érintésnek a 40%-a lezárt képernyőt érint, vagyis reflexből, megszokásból tesszük ezt. Sok olyan dolgot lehetne még beszélni, ami például a testünkkel kapcsolatos. Szociálpszichológusként azonban inkább a, a környezetről, magukról a kapcsolatokról szeretnék beszélgetni és az első radikális változás, ami a fogyasztót érinti, vagy körülveszi, vagy ő maga generálja, szorosan kapcsolódik füziákos energetikai szakközgazdász által említett tényekhez, nevezetesen, hogy a digitális világ termelődő adatai bizony hatással vannak az információbiztonságra. A fogyasztó tudja ezt. Hallotta, hogy az Almás telefon és az FBI között volt két évvel, közel két évvel ezelőtt egy. Vita azért, mert egy telefont, telefonnak nem oldották fel a titkosítását. Hallotta azt, hogy bármikor bárki hozzáférhet bizonyos adatokhoz, és bizony megrémül, másfelől pedig szembesül azzal is, hogy neki magának is olyan sok adata van, és olyan sok területen kommunikálhat magáról, hogy ettől jobban látszik. Így egy transzparensebb társadalomban élünk, egy kicsit szégyentelenebb társadalomban élünk. Ez nem azt jelenti, hogy hogy mindenki mindent elmond magáról, vagy mindenki mindent meg akar tudni a másikról, ez azt jelenti, hogy átalakul a bizalom szerkezete. Hogy ezt egy Picit szemléltessem, elmesélném, hogy a száz évvel ezelőtt élt, körülbelül száz évvel ezelőtt élt amerikai pszichológus William James, megelőlegezett egy mára ö, műszerekkel, ö, pontos kutatóeszközökkel bizonyított tényt, ez az SIF principle, a mintha elv, amit úgy foglalhatnánk össze, hogy nem azért mosolygunk, mert boldogok vagyunk, hanem azért vagyunk boldogok, mert mosolygunk. Kérem, próbálják ki, ne itt és most, otthon, a tükör előtt, egy olyan ö, 10-20 másodperc mosolygás jelentősen emelni fogja a boldogság érzetet. Kísérletek ezt úgy bizonyítják, hogy ceruzát a szájukban tartó emberek csoportja jobban old meg nehéz matematikai feladatokat, mint, aki, mint egy másik csoport, akinek ezt összevont szemöldökkel kell megtenni. Tehát, hogyha vesszük ezt az elvet, nem azért mosolygunk, mert boldogok vagyunk, hanem azért vagyunk boldogok, mint mosolygunk, akkor terjesszük ki ezt a bizalomra. Nem abban bízunk meg, akit szeretjük, akit szeretünk, hanem azt szeretjük, akiben megbízunk. Tehát nem abban bízunk meg, akit szeretünk, hanem azt szeretjük, akit megbízunk. Ma, 2017-ben, amikor tízszer annyi keresés volt a fake newsra, mint egy évvel korábban. Azért, mert ahogy mondtam, a fogyasztó maga is kommunikál. Fogyasztói közösség valójában, hiszen csoportokban élünk, csoportlények vagyunk, de nem csak fogyasztói közösség, hanem kommunikációs közösség is, és egyben marketing közösség is, hogyha látjuk a képen látható volument, akkor azonnal megérthetjük, hogy miért, illetve talán ez az ábra még jobban szemlélteti azt, hogy mi az a sok kommunikációs tartalom, amivel a maga a fogyasztó napról napra, percről percre eléri társait, tájékoztatja őket, és megváltoztatja a viselkedésüket az, hogy ennyi információ ér bennünket, az új viselkedési mechanizmusokat alakít ki. Nevezetesen ezt a fajta transzparens világot úgy tudjuk igaziból átláthatóvá tenni a saját számunkra is, hogyha eldöntjük, hogy valami tilos, mondjuk egy drága pénzen, drágán büntetedő szabály ellen cselekedni, mondjuk más valami kínos, Hogyha kiderül, hogy olyan gyermekirodalmat olvas egy felnőtt felelős vezető, és élvezi ráadásul, amit ő szeretne eltitkolni a többiek elől, és a kettő között van egy szürke zóna, amiről nem tudjuk, hogy tilos-e vagy kínos, ennek a besorolása okoz ma rettenetes nehézségeket, mégpedig azért, mert egy globális faluban élhet mindenki, ahol megtalálhatja a saját magát, a aki a Spenótot is szereti, és uh, Rejtőjenőt is szereti, és Mozartot is szereti, viszont ez a globális fali ugyanúgy kicsi, az innen áramló információk tévesztik meg a fogyasztót, és gondolja azt, hogy mindenki nagyon-nagyon hasonlít hozzá. A, az, hogy ez a világ uh, hogyan hat rá, Arról két megatrendet említenék nagyon röviden. Az egyik az, és ennek az előzménye például, hogy 2007-ben a zsebünkbe került az internet, ami különösen a fiatalabb generációra van nagy hatással, az, hogy egy egyre bonyolultabbá váló környezet alakul ki körülöttünk, vagyis egy komplexebb világban élünk. A fogyasztó is komplexebb lesz ezáltal. A fogyasztó is bonyolultabb lesz ezáltal, a kapcsolata is, Bonyolultabbak lesznek, az is, ahogy befogadja az információt, és az is, ahogy döntést hoz egy termékről, egy szolgáltatásról, egy vagy egy vállalatról, a véleménye kapcsán. Uh, miközben a uh, világunk egyre bonyolultabbá válik, gyorsul is ez a változás. Uh, tehát nem csak az internet trend adatait érdemes mérni, hanem az is nagyon izgalmas, ahogy például a tananyagban a változások bekövetkeznek, vagy ahogy a szabályok átalakulnak körülöttünk. De izgalmas, hogy mindeközben nő például a várható időtartam, vagyis amire régen nem volt példa, hogy 5-6 generáció dolgozzon egy munkahelyen társadalmi értelemben, vett generáció, tehát nem demográfiai vagy biológiai értelemben hanem akik már rég nem ismerik egymás zeneit, mondjuk így illusztrálnám ezt, uh erre korábban nem volt példa. Én ismerem azt a tánctanárt, aki a magyar standard táncversenyre a 75 pluszosok csapatát készíti fel, és az elmúlt néhány évben volt magyar csapat a dobogón. Tehát ez egy nagyon komoly dolog, hogy jóval hosszabb idő alatt kell, jóval hosszabb idő áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy az életnek azt a ritmusát, ami korábban el volt oszva, valamilyen formán optimalizáljuk, és bizony ehhez még nem alakultak ki az új szabályok, megjelentek hát az új társadalmi jelenségek. Biztos vagyok benne, hogy sok van ezek közül, ami a jelenlévők számára ismerős, ezért például elmesélnék egy olyat, aminek talán még nincs is neve. A tinder használatával, ami egy társkereső oldal, fordul az elő. Egyre gyakrabban, vagy számos példa van rá, hogy mondjuk egy ö, fiú bejelöl egy lányt, ö, ö, beszélgetnek az online térben, majd találkoznak, és a találkozón kiderül, hogy noha szimpatikusak egymásnak, nem szeretnének párkapcsolatban lenni. No, se baj, azért ők beszélgetnek továbbra és meg találkoznak, ám a lány bejelöl egy fiút beszélgetnek, egy újabb fiút, szimpatikusak lesznek egymásnak, találkoznak, ebből sem lesz rendezvú, de, hogy így folytassam, én már hárman vannak, mint a népmesében, ezen közben persze az első fiú is bejelölne egyedik lányt, vannak olyan közösen nyaraló, táborozó, vizitúrázó közösségek, ahol mindenki majd nem járt mindenkivel, de senki nem járt senkivel. Ezt nem lehetne az online eszköztér nélkül megcsinálni, illetve ö, nem alakultak ki volna azok a finom fokozatok se, amik például például a fiatalok párkapcsolatában uh, szinte szabályozott módon nevezik meg ettől az első pillanattól az elkötelezedésig az exkluzivitásnak a kilenc szintjét, és uh, még korábban mondjuk uh, eljegyzésről, együttjárásról vagy esküvőről lehetett beszélni, ma különböző saját maguk alkotta bélyegekkel látják el ezeket a rétegeket, és ezek közül csak egy a Friends with Benefits, amit talán a uh, film uh, történetében lehet ismerni. Uh, érdemes még uh, ezek közül a uh, címkék bélyegek közül kiemelni a Mama Hotelt, a, vagy a Bumerang generációt. A Bumerang az, aki nem akart Mama Hotelbe lakni, elment egyetemre, rájött, hogy nem tudja finanszírozni, és visszamegy. Azért, mert azáltal, hogy egy nagy tömeg 35 éves koráig a szüleivel él otthon, megteremtődik az X generációnak is, egy igen, vagy Silvernek, hogyha a 60 évesekről beszélünk, egy érdekes csoportja. Ő az, aki a leghosszabb ide Szülő, akár 30 évig, és a leghosszabb ideig gyerek, mert a szülő sokáig él, az ő idős, 80 éves édesapja vagy édesanyja, és sokáig kell gondoznia, miközben talál még a 30 éves gyermekének is vasalja az ingét, és ellátja reggelire. Éppen ezért a noha nagy a zaj, ebben a bizonytalanságban, amit a rengeteg információ generál, a fogyasztó elsősorban biztonságra vágyik. Ahogy több mint tíz évvel ezelőtt kezdhettünk el arról beszélni, hogy figyelemgazdaságban élünk, ma bízvást elmondhatjuk, hogy bizalomgazdaságban élünk, és uh, meggyőződésem, hogy ez az energetikai szektornak és a közműveknek nagyon jó hír. Nagyon jó hír elsősorban azért, mert a szektor közvetlenül is kapcsolódik ehhez, másfelől pedig azért, mert a korábban uh, oly nagyon irigyelt lavbrendek, az almás telefon tartozik ide, a barna színű üdítőital, vagy a svéd autó, aminek 2011-ben megszüntették a gyártását, kezdenek, kezdenek vágyakozni, nem éppen ezek, de nagyon sok Love Brand. A három márka körülhívásával a Love Brand jellegét szerettem volna érzékeltetni. Tehát egyre több Love Brand vágyakozik arra, hogy ne szerelem márka legyen, ne az legyen, akiért egy megfoghatatlan érzelemből, egy definiálhatatlan a iránti rajongásból vágyakoznak, hanem trustben legyen, Brand, akihez a fogyasztó azért kötődik, mert megbízik benne, és ez a bizalom jóval beágyazottabb, jóval erőteljesebb, és az életnek sokkal több területére kiterjed, mint a korábbi love brand. Ehhez van szüksége információkra, hiszen ahol nincs információ, ott keletkezik. Ezzel a képpel, ami a Yellowstone legnagyobb erdőtüzét ábrázolja, a tűzoltok miatt keletkezett, ugyanis a tűzoltok korábban eloltották az erdőtüzeket az erdőtüzeket, pedig nem csináltak olyan tisztásokat, mint a természetben, amelyek megakadályozhatnák az igazi nagy erdőtüzeket. így, amikor egyszer nem vettek észre egy kipattanó szikrát, akkor mivel minden tisztás benőtt a fa, a hirtelen elharapózó tűzvész jóval nagyobb területet pusztított el, mint amire mint amit a tisztások megállítottak volna vagyis uh, borzasztóan nagy szükség van arra, hogy az egymást edukáló, egymást informáló, egymást megtévesztő uh, fogyasztók bizonytalanság érzetét a megfelelő információkkal és a megfelelő kommunikációval segítse, támogassa a vállalat, a termék, a cég. Ugyanis, ha nem teszi meg, akkor a fogyasztó, aki immár közösségi, meg fogja tenni ő maga csoportá szerveződve, személyesen, és... Uh, ő alkotja meg azokat az üzeneteket, aminek alapján aztán majd döntéseket hoz. Így tehát, ha röviden összefoglalnám a fogyasztót körülvevő és belőle kiinduló kommunikációt, akkor ez talán, talán kicsit mondjuk az Eisenhower matrixhoz, matrixhoz köthető, sürgős, fontos, sem ne, se nem sürgős, se nem fontos, fontos is, meg sürgős is. Szóval, ha négy részre osztjuk a kommunikáció terét, akkor ö, ö, az első az a formális, ezt itt, ami hasznos, azt erősítsük meg, és használjuk, tartsuk meg. Ami nem hasznos, azt vagy fogjuk munkára, vagy szüntessük meg. Nézzük meg, hogyan kommunikál a fogyasztó informálisan. Ami ebből hasznos, azt formalizáljuk, ami pedig nem hasznos, azt ö, szorítsuk vissza. Mindezt pedig azért javaslom tiszta szívből, mert a szektor, az energiaszektora, a, a közművek, nem az a része a világnak, a társadalomnak, akár a hazainak, akár a globálisnak, ahová a dolgok lecsorognak, hanem az, ahonnan a dolgok elindulnak. És ez egy felelősséget is jelent. Itt sokkal gyorsabban látszik minden. Kvázi egy early warning rendszer is maga az egész szektor. Így lehetősége és felelőssége is van abban, ahogy a fogyasztót partnernek tekinti és kommunikál vele. Köszönöm a figyelmet!